hangra hangolt, és olyan úton indultunk el együtt, ami mindig bennem volt, de én nem hittem saját magamban. Igazából egy családra, egy második családra leltem, és egyfajta olyan nyugalom ez nekem, amióta tudom, hogy hátradőlhetek, mert minden egyes munkámnál csak arra kell koncentrálnom, hogy én megjelenjek és megcsináljam a tőlem telhető legjobban. Azt hiszem, hogy az első ügyfelek között voltam. Mafia csak gyilkosságok és lófejek nélkül. Megfogalmazhatatlan, valami baráti, valami családi, valami olyan, ami csak nagy szerencsével van az életben. 15 éve dolgozom a Kende Hoffer Krisztával, akkor még se Kende nem volt, se TMC. Talán a harmadik ügyfele voltam. Volt egy problémám, és nem tudtam, hogy most mi legyen, és felhívtam Katát, hogy Kata, nem tudom, mit csináljak, és azt mondta, hívd fel a Krisztát. És felhívtam Krisztát, és Kriszta segített. Az ember a saját áruját, ami most ilyenben a pillanatban én vagyok, sokkal nehezebben tudja jól tálalni. Tehát mindig kell valaki más ehhez. És a Kriszta, nem tudom, jobb szóval, ő egy csoda. Egy csoda abból a szempontból, hogy ő nekem a barátom, tehát valószínűleg ez több is, mint egy munkakapcsolat. De ő arra volt képes, amire például én nem. Tehát 2 év alatt olyan szépen megváltoztatta a sajtónak a hozzáállását mondjuk az én életemhez. És egyszerűen csak azért, mert egy nagyon okos nő, nagyon korrekt, és soha nem vállal olyasmit, amit nem tud teljesíteni. Amikor én hivatalosan TV2-es lettem 2002-ben, és elkezdődött a Big Brother, meg aztán elkezdődött a Megasztár, akkor a Krista ott volt, akkor ő még TV2-es volt, és akkor ott már tulajdonképpen közösen dolgoztunk. Hát Krista, én voltam az első. A TMC nagyon régen született, hát akkor segítségre volt szükségem, most is segítségre van szükségem. Csak és kizárólag az én érdekeimet képviseli. Nekem ők a biztonság, a család, a hit, az erő, ami engem előre visz. Profizmus, meg hogy menni előre, a másik pedig az, hogy család. Csapat, szeretem. Imádom ezt a csapatot. Kibogozhatatlan az elmúlt 15 évben, hogy mi lett volna hány esetben, hogyha nem vagyunk egymásnak. Úgyhogy ez egy igazi family, igazi családi érzés nekem. Ugye a Kata, ő neki van a Kende Hoffer Krisztája, aki egy csodálatos hölgy, és mindentől ugye megvédi, a menedzsere. És én, amikor a Katára, valaki Katára rákérdez, akkor mindig azt mondom, hogy figyelj, innentől kezdve a Kende Hoffer Krisztával kell beszélgetnetek, és nincs tovább semmi. Abban a pillanatban, ahogy meghallják a nevet, abban a pillanatban leáll a kérdéssorozat. És nincs... Igen. Hát körülbelül igen.